Sziasztok, Szinti vagyok, köszöntelek titeket a csatornámon, ez itt a Hogyan legyek jó feleség. A koronavírus miatti nehezebb időszakban úgy gondoltam, hogy fontos lenne az, hogy szakértői tartalommal is jelentkezzek. Próbáljalak titeket ebben a nehezebb időszakban is arra inspirálni, hogy használjátok hasznosan az időt és maradjatok pozitívak. Az érzelmi intelligencia fejlesztése egy nagyon fontos dolog, a tudatosság szempontjából is. Éppen ezért mai adásunkban ebben foglak titeket segíteni. Van egy nyelv, amit mindenki beszél, de sokan nem tudják, hogy használják, ez a szeretet nyelv. Hogy mi is ez, és miért is fontos ebben az időszakban, Anna segít nekünk. Természetesen a szeretet nyelv megalkotója Gary Chapman nevéhez fűződik. Ő 1992-ben egy amerikai párkapcsolati tanácsadó, és egyébként lelkész és pszichológus volt, és ezt a különleges nyelvet tulajdonképpen ő alkotta meg. A szeretet nyelv nem más, mint egy adott személynek a saját szeretetének a kimutatása, és ahogyan fogadja a szeretetet mástól. Ez azért fontos, mert mindenkinél más és más lesz, és hogyha megtudjuk, hogy kinek mi az elsődleges és a másodlagos szeretet nyelve, akkor sokkal jobban tudunk boldogulni a párkapcsolatokban, és egyébként a mindennapokban is. Ha mindennapokat nézzük, akkor fontos, hogy a párunk tisztában legyen azzal, hogy nekünk mi a szeretet nyelvünk, hiszen hogyha nincs tisztában, akkor nem tudja nekünk átadni a szeretetet, és mi nem érezzük, hogy szeretve vagyunk. Pontosan, vagy legalábbis ez a szeretet hiába van meg, de elcsúsznak egymás mellett a kommunikációs csatornák. És hogyha ismerjük ezeket a nyelveket, és ezt tudjuk is a másikról, hogy mi az ő nyelve, amin beszélni és a szeretetünket át tudjuk adni, vagy a cselekvő szeretetként tudja megélni, akkor sokkal egyszerűbb lesz az élet. Milyen típusai vannak a szeretet nyelvek? Összesen 5 típusa van. Van az ajándékozás, az elismerő szavak, a szívességek, a minőségi idő és a testi érintés. Akkor azt javaslom, hogy elemezzük is ki őket, hogy ezek mit jelentenek röviden. Az elismerő szavak a legfontosabb tulajdonképpen ennek a személynek az, hogy a szereteten kívül beletartozik a dicséret, a tisztelet a másik iránt és az elismerés maga, ami azt jelenti, hogy a mindennapi élete vonatkozóan nagyon sok visszajelzésre van szüksége, olyan visszajelzésekre, amitől az önbecsülés és az önbizalmát növelni tudod. Tehát ha egy mindennapi beszélgetésre gondolok, akkor ha mondjuk elkezdődik egy napod, és azt mondod a párodnak, megkérdezed tőle, hogy milyen napod lesz ma, mit fogsz csinálni, és azt mondja, hogy lesz egy prezentációm, és erre készültem egész nap tegnap, és szerinted mi lesz, hogy fog menni. Akkor nyugodtan mondhatod neki, hogy én bízom benned, kedvesen, tudom, hogy ez nagyon jól fog sikerülni, hiszen már ezt csináltad, ezt tudod, ebben biztos vagy. És ezzel a másik úgy kezdi már eleve a napját, hogy tudja, hogy valaki bízik benne, valaki támogatja, és szeretve van ezáltal a szavakkal, amiket megtámogatod. Tehát legyen egy-két jó szavunk, kedveskedés, igen. Legyünk figyelmesek. Igen, a figyelmesség nagyon, nagyon fontos, hiszen ha figyelsz a másikra, hogy neki mi a fontos, a visszajelzések számítanak, kicsi, apró visszajelzések. Én tudom például a saját férjemről, hogy egy kuka kivitele az szinte 2 percet vesz igénybe, de nálunk ez egy olyan kardinális kérdés volt 10 éven keresztül, hogy hétfő esténként ezt nem tudtuk megoldani, úgyhogy manapság én már annak is borzasztóan örülök, hogy amikor sikerül megoldani ezt a kuka kivitelt, akkor egy jó nagy dicséretet kapjon cserébe. Milyen más típusok vannak még? Tehát egy első volt az elismerő szava. Elismerő szavak, a minőségi idő eltöltése. Ez nem csak párkapcsolaton belüli idő eltöltést jelent, mint amikor otthon ültök és kikapcsolódtok. Ez lehet bármilyen külső program, ez lehet egy színház, ez lehet egy kirándulás, bármi olyan minőségi idő, amikor nem dolgoztok, nincsenek kötelezettségeitek, és egymással tudtok foglalkozni. Nagyon fontos, hogy ebben a minőségi időben benne legyen szintén maga a figyelem, hogy odafigyelsz a másikra, hogy meglegyen a szemkontaktus, hogy meglegyen a testi kontaktus is, hogy ez a minőségi idő tényleg arról szóljon, hogy mind a kettőtök számára egy kikapcsolódás legyen, ahol
tudjátok és látjátok a másikon, hogy lerakja a telefont, hogy tényleg odafigyel rád, hogy esténként én úgy szoktam nevezni, hogy rádióbeszélgetés, amikor tulajdonképpen csak az egyik elmondja a másiknak, hogy milyen napja volt, de a másik nem nagyon figyel rá. Egy minőségi időben, akinek az lesz a fontos, hogy minőségi időt töltsön el a másikkal, ő neki a figyelem lesz a legfontosabb. Az, hogy olyankor leragd a telefont, hogy kikapcsolj mindent, hogy tényleg odafigyelj rá, és arra, amit mond, és ahogy mondja, hogy aztán utána válaszolni tud neki. Minőségi idő esetében mennyire fontos az, hogy közös hobbink legyen, illetőleg hasonló mentalitásúak legyünk? Nem fontos a közös hobbi, hiszen egymás hobbiát is meg lehet szeretni, meg lehet ismerni. Ilyen szempontból természetesen egyszerűbb, hogyha mind a ketten szeretek kirándulni, vagy biciklizni, vagy egyszerre menni barátokkal, ismerősökkel, bárhova. De lehet alkalmazkodni is a másikhoz, és egyébként a párkapcsolaton belül létezik egy saját minőségi idő, amit úgy hívunk, hogy én idő. És az viszont lehet teljesen egyedül eltölteni. Úgyhogy a lakásban vagytok, ott vagytok mind a ketten, egyikötök könyvet olvas, másikotok esetleg tévét néz, attól még ugyanúgy együtt vagytok, csak mindenki a maga kis világában csinálja a saját kis dolgát. Szuper, mi a harmadik típus? A harmadik az ajándékozás, ami nem összekeverendő a materiális javakkal, tehát itt ilyen kis ajándékokra gondolok, olyan dolgokra. Akár egy kis pontosan egy kis szetli a táskába reggelenként, hogy szeretlek, vagy bármi olyan kis ajándék, amit saját magad is el tudsz készíteni. Akár egy tiszta ágyhúzat ágyhúzása esténként, amikor mondjuk a napon száradt, és olyan jó illata van, és az is egy ajándék tőlem, neked, hogy úgy feküdj be az ágyba, hogy jó illata van az ágyneműnek. Ezek apró dolgok, de olyan dolgok, amire nincs szükség óriási pénz mennyiségekre. Ezek lehetnek pici apró ajándékok, amiket megvásárolsz, csak a lényegét ne veszítse, hogy szívből jöjjön, és a másik tényleg ajándéknak vegye, mert neki ez nagyon fontos lesz. És nagyon sokat számít. Nagyon sokat ettől fogja úgy érezni, hogy szeretve van. Pontosan. Mi a következő típus? A szívességek. Uh-huh. A szívességekben az az érdekes, hogy a kell szót nem használjuk. Tehát egy szívességet, ha megteszünk, az lehet bármi. Az lehet, hogy lehet párkapcsolaton belül, hogy mondjuk mire hazajössz, én megfőzöm a vacsorát, ha elviszem az autót, akkor megtankolom neked, tudom, hogy holnap azzal az autóval fogsz elindulni, tehát neked ezzel nem kell már foglalkoznod. Elmosogatok a vacsora után, te már le tudsz esetleg dőlni a szófára előbb. Tehát mind ezek is olyan apró dolgok, amikre, hogyha odafigyelsz, hogy a másik vajon mit szeretne, te mit szeretnél magadtól, te mit tudsz adni, milyen szívességet, ami nem esik nehezedre, ez lehet bármi. Következő típus? Az utolsó szeretett nyelv a testi érintés. Ennek a személynek nagyon fontos lesz, hogy a testi kontaktus megőrzése megmaradjon. Ez lehet egy kézfogás, ez lehet egy ölelés, de bármikor a nap... Simogatás, átölelés, bármi, egy csók, beletartozik a nap folyamán, ez lehet egy reggeli elköszönés, puszi, lehet egy megérkezek este a munkából, egy óriási ölelés, lehet egy kézfogás, hogyha sétáltuk az utcán, bármilyen módja lehet ennek a testi kontaktusnak, de ez fontos szerepet fog játszani az ő szeretetének a megélésében. Tehát most megtanultuk, hogy 5 szeretett nyelv létezik. Igen. Ezek közül egyébként melyik a legnépszerűbb? Nekem van egy ötletem, hogy melyik lehet a leggyakoribb. Én a testi érintésre tippelek. A testi érintés az a társadalmi szempontból is a leggyakoribb, de ez nem biztos, hogy ez lesz majd. Ez inkább egy ilyen társadalmi, kulturális szokás, ami kialakult köztünk, de valójában ez teljesen személyiségfüggő, hogy kinek mi lesz az a nyelv, és a párkapcsolat minőségétől és párkapcsolat dimenziójának és a hullámhosszának a megélésétől függ, hogy ez kinél hogy fog kialakulni. Tehát, hogyha tudatosak szeretnénk lenni, akkor fontos, hogy tisztában legyünk, hogy mi a párunk elsődleges, illetőleg másodlagos szeretett nyelve, illetőleg az is jó, hogyha mi magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy mi a saját elsődleges és másodlagos szeretett nyelvünk. Hogyan tudunk ezekre rájönni?
Ez nagyon érdekes kérdés, és ezt mondjuk egy saját példával tudnám legjobban megmutatni. Nekem a minőségi idő és a testi érintés. A minőségi idő az elsődleges szeretetnyelvem, a testi érintés a másodlagos. Mindegyik nagyon fontos. És sok időt töltöttem azzal, hogy amikor munka után hazamentem, akkor azon csodálkoztam, hogy a két tínédzser lányom fönt van a szobájukban tanulnak, a férjem dolgozik, és ott ültem egyedül, és azon gondolkoztam, hogy hát van egy nagy család, és hogy itt a minőségi idő, este 7-8 óra van, főzöm a bacsit, hogy nincs itt senki, milyen kár, hogy nem tudom eltölteni ezt az időt, akikkel szeretném. És rájöttem, hogy az én családomban ki kellett alakítani egy olyan minőségi időt, ami mindenkire vonatkozott. Tehát meg kellett várnom, hogy mondjuk a lányok megírják a leckét, meg kellett várnom, hogy a férjem befejezze a munkát, és akkor jött el a mi minőségi időnk. Tehát nálunk ez egy picit eltolódott. De amíg én főzök, addig a lányok csicseregnek, a férjem is elmondja, hogy milyen napja volt, és egy picit nekem ebben változtatnom kellett, hogy ne csak az én oldalamat nézzem, hanem ahhoz képest, amit én szeretnék, hogy tudom kialakítani a környezetemet. Hogyan tudjuk felfedezni a szeretett nyelveinket? Van-e valamilyen segédeszköz, ami tud nekünk segíteni, hogy rájöjjünk, hogy mi a saját szeretett nyelvünk, illetőleg mi a párunk szeretett nyelve? Igen, ez egy nagyon egyszerű kis kitöltő ívvel, egy pár kérdéssel abszolút mindenki megtalálhatja a saját szeretett nyelvét. Egyszerű kérdésekre kell válaszolni, kissé hasonlóak lesznek a kérdések, pontosan azért, mert itt a szeretett nyelvek is, ugye például az ajándékozás vagy a szívesség az nagyon hasonló nyelv, de mégis más lesz majd az eredmény. Nincs jó és rossz eredmény, tehát nem teszt, hanem kitöltőív, és én ajánlom mindenkinek, hogy kitöltse, mert sokkal egyszerűbb és harmonikusabb lesz a párkapcsolat, hogyha mindenki tisztában van ezekkel a nyelvekkel. Most, hogy több időnk van, lehet használni a Google-t barátunként is, szeretett nyelv tesztet kitöltenünk, és felfedeznünk magunkban azt, hogy mi a saját szeretett nyelvünk, illetve mi a párunk szeretett nyelve. Mi történik akkor, hogyha egyáltalán nem tudjuk a párunkról, hogy mi a szeretett nyelve? Akkor ezzel a kitöltőív segítségével egy olyan irányvonalat kaphatunk, ami aztán talán egy nagyobb beszélgetésnél kiderül, hogy én azt szoktam mondani, hogy nagyon sokszor barkobázunk egymással, nem tudjuk kitalálni a mások gondolatait, a nők inkább gyakrabban elvárják a férfiaktól, hogy kitalálják a gondolataikat, hogy ő tudhatta volna, hogy én mit szeretnék, de ő kitalálhatta volna, de nem igaz, hogy nem tudta, de nem igaz, hogy nem tette meg. Ezeket a mondatokat abszolút el lehet hagyni abban az esetben, hogyha ezt megismerjük, ezt a nyelvet. Ez egy olyan egyszerű nyelv, ahogy bevezetted az elején. Ez tulajdonképpen mindenki beszéli, csak meg kell tanulni használni. Köszönöm, Anna, hogy itt voltál velünk, és hasznos tanácsokkal szolgáltál. Tőletek pedig búcsúzom, tartsatok velünk legközelebb is.